hogy jó helyre túl sokat mozog. Na, ha mindenki helyet foglalt, akkor folytatjuk az előadást, hogy órán abba hagytuk. Jó? Szóval... Aki nem alkul el, arra ráeresztem, jön egy már. Mindenki vigyázzon, jó? Na, szóval, múlt órán bevezettünk ilyen alapokat, ilyen néhány definíciót, hogy mik azok a termodinamikai rendszerek, akkor kísérleteztünk is, és megállapítottuk, hogy van olyan ideális gáz. Az ideális gáz az, amelyik úgy viselkedik, mint egy ideális gáz. Ugye? Erre jutottunk, és arra mondtunk egy úgynevezett állapot egyenletet, ami állapot jelzők közötti összefüggés, és megállapítottuk, hogy mi az ideális gáznak az állapot egyenlete, meg mik a fontos állapot jelzői, és ilyen volt a P, a V, meg a T. Ugye a nyomás, a térfogat, a hőmérséklet, és ezek között van egy egyszerű összefüggés, amire jutottunk, ami ideális gáz esetén T=V=MRT. Ez az ideális gáznak az állapot egyenlete. Na most elfelejtettem valami fontosat a múlt órán mindenképpen, hogy ezeket az állapotjelzőket elfelejtettem elmondani, hogy két kategóriába soroljuk az állapotjelzőket. Ez a két kategória, az egyik az extenzív, a másik pedig az intenzív. Ez két csoport. És akkor ami ezt motiválja, ezt a csoportosítást, de nem egy nehéz dolog egyáltalán, az, hogy ha én fogok két pohár vizet, ami az egyik, a hőmérő azt mondja, hogy 20 fokos, a másikra azt mondja, hogy 40 fokos, ilyet csináltunk ugye a múltóra ilyen vizeket, és ezt a két pohár vizet összeöntöm, akkor az összeöntött víz az nem 60 fokos lesz, ezt nem összeadni kell, a Kelvinbe kell ugye mérni általában a hőmérsékletet, de az sem, hanem valami kiegyenlítődés lesz, amikor a két rendszer kölcsönhatásba kerül egymással, és kiegyenlítődik ez a mennyiség. Jó, az ilyeneket hívjuk intenzívnek, például ezek szerint ilyen a hőmérséklet. Akkor össze tudok ereszteni, két rendszer kölcsönhatásba tudok hozni olyat, aminek különböző a nyomása. Azt úgy szokták csinálni, hogy itt van egy dugattyú, itt van mondjuk P1 nyomás, itt van P2 nyomás, valami van benne, fogalmunk sincs, hogy mi az. Ez a dugattyú itt rögzítve van, és aztán ezt a dugattyút elengedjük, ezt képzeletben mindenki elkezdi ezt a kísérletet, de valójában múlt órán elvégeztük, amikor ez a kis golyó ment például az üvegcsőbe, akkor azt fel is tettük egyből, hogy a golyó úgy állt be, hogy a nyomás a golyó két oldalán ugyanannyi volt. Ott áll meg a golyó. Nem? Elég logikus. Tehát itt is, ha összeereztek két gázt, itt nagy a nyomás, itt kicsi, kiengedem a dugattyút, akkor valahogy meg fog állni valahol ez a dugattyú, a két nyomás meg fog egyezni a két oldalon, és ez valami olyan lesz, hogy a közös nyomás, hogy a nagynál kisebb, a kicsinél meg nagyobb. Tehát valami kiegyenlítődik a nyomás. Jó, mint hátáradlan az egyikből a másikba, ez is P. Ha meg összeeresztek ezt a dugattyút, kihúzom, és ennek a térfogata V1 volt, ennek meg V2, és ezt itt kihúzom innen ezt a dugattyút, akkor lesz belőle egy gázom, annak a térfogata viszont nem kiegyenlítődik a kettőnek a térfogata, hanem összeadódik. Tehát ez egy más jellegű mennyiség, ezek az extenzív állapotváltozó állapotjelző, az a V. Most akarok még ide írni ilyeneket, akkor ide lehet írni azt, hogy kisem, mert hogyha össze az ugyanúgy a kisem, azt most ugye eddig fixnek vettük, hogy van egy adag gázom, és azzal csináltuk ezt azt, és ez nem változott az anyagmennyiség, de adott esetben az is változhat. Akkor az is persze extenzív, hogyha összeöntök két adagot, akkor kétszer annyi lesz benne. És akkor ide még ilyeneket lehet írni, amiről még nem beszéltünk, hogy a belső energia, akkor lesz ilyen, hogy az entrópia,
Ide oda lehet írni a műt, ami a kémiai potenciál, ezekről még később lesz szó, csak mondom, hogy lesz több állatot, jelző, és azok között lesz intenzív, extenzív, és még biztos lehet fölírni sokat, de a lényeget azt értsetek, hogy ilyen van. Oké. Akkor még amit el szerettem volna mondani, az egy apróság, ami eszembe jutott, hogy ugye próbálunk itt a jelenlegi tanár úrral relatíve oldott hangulatot előidézni itt a teremben, mert az biztos mindenkinek kényelmesebb úgy tanulni, hogyha nem próbálunk nem nagyon szigorúak lenni, hanem kicsit érdekesebbre, izgalmasabbra és oldottabbra venni a dolgot, de ez nem jelenti azt, hogy a vizsgán is ilyen nagyon oldott és vicces lesz a lépő, jó? Tehát a vizsgán, aki nem tudja az anyagot, az sajnos egyest fog kapni. És nem lesz bátor, még hogyha tegeződben is fogom kiosztani ezt az egyest, jó? Tehát senkinek gondolja azt, hogy ez most egyszerűen olyan könnyű lesz, jó? Csak próbáljuk egy kicsit szórakoztatóbbá tenni, hogy könnyebb legyen figyelni, ahol tudjuk, de azért ez egy komoly tantárgy, és a vizsga is ennek megfelelően komoly lesz, és hát nagyon fontos, mert erre épülnek további tantárgyak, tehát veletek szúrnék ki, hogyha nem lennék szigorú a vizsgával, ugye? Értetek fogjuk ezt tenni, hogyha a vizsgáztatókkal. Jó? És akkor még nagyon fontos dolog, ami még ma párszor vissza fogok térni, hogy beszéltünk ezekről, hogyha sok részecskét beteszek egy dobozba, abból tud lenni termodinamikai rendszer. Ez egy nagyon fontos, és a termodinamikai rendszert azt le lehet írni általában ilyen átlagos mennyiségekkel, amiket állapotjelzőknek hívtuk. Valami ilyesmire jutottunk a múlt órán, de vajon, ha én sok mindent beledobálok egy dobozba, azok valamit csinálnak egymással, kölcsönhatnak sok részecskét. Ez feltétlenül igaz lesz-e a termodinamikának ez az alapfeltevése, hogy egy ilyen bonyolult rendszer egyszerűen visel. És hát az a helyzet, hogy nem. Ez nem minden ilyen rendszer lesz termodinamikai rendszer, vagy viselkedik ilyen egyszerűen, mint például egy ideális gáz. És akkor erre mondjuk nekem egy példa van, ami mindig erre eszembe jut, az a galaxis halmazok, tehát hogy vagy akár egy galaxison belül is a bolygóknak az elhelyezkedése. Ugye maga az univerzum az a gravitációs kölcsönhatással kölcsönható pici tömegpontoknak a halmaza. Ennyi, ugye egy per négyzetes kölcsönhatással vonzák egymást, ezeket berakták egy elég nagy dobozba, és magára hagyták az egészet, és kérdés, hogy ez úgy viselkedik-e, mint egy ideális gáz. Ugye kölcsönható rendszerek nagyon picik, ami a távolságokhoz képest, és hát egy nem úgy viselkedik, mint egy ideális gáz. Ugye ezek csomósodnak, tehát nem egyenletesen töltik ki a teret, hanem először is galaxisokba tömörülnek. A galaxisoknak is van egy nagyon nagy skálás szerkezete, amit én nem tudom pontosan, hogy milyen, de valahogy ilyen buborékos. Tehát ilyen galaxisok is nagyon csoportosulnak a tér különböző részein, és az egész egyáltalán nem egyenletes. Nagyon nehéz lenne galaxis nyomásról beszélni, meg ilyen dolgokról. És azt is el tudom mondani, hogy ennek alapvetően mi az oka. Az oka, hogy az 1 per R négyzetes kölcsönhatás az hosszú hatótávolságú. És itt mi mindig föltesszük, és ma is fontos lesz, amikor majd vagy a jövő órán, amikor a van der Waals gázokról fogunk beszélni, hogy a részecskék közti kölcsönhatás rövid távú kell legyen. Ezt nem tudom, hogy múlt órán mondtam-e, de például ez, hogyha sérül, ilyen a galaxis rendszerek, akkor ezek az egyszerű feltevések nem működnek. Akkor másik rendszer, ami még eszembe jutott, amit itt lehet mondani, hogy ugye a termodinamikának az is egy alapfeltevése, hogyha nagyon nagy nagyítóval ránéznék, akkor látnék ilyen pici fluktuációkat. Erről ma lesz szó megint a kinetikus gázelmélet kapcsán, de ugye el lehet képzelni, hogy ez a nyomás az lehet, hogy egy picit ingadozik, hogyha nagyon rázumolok, annyira, hogy már mondjuk csak néhány atomot látok a nagyítómban, akkor ott már nem biztos, hogy beszélhetek így egyértelműen nyomásról. De ha elég nagy a rendszerem, akkor minden szépen valahogy a mennyiségek kiátlagolódnak, és átlagos mennyiségek azok szép simán viselkednek. Hiába van benne nagyon sok részecske. Hát ez sem mindig teljesül a természetben. Erre egy ilyen klasszikus példa a földrengése, ahol ugye nagyon sok részecske van, a földlemezek elcsúsznak egymáson, nagyon sok ponton érintkezik ez a földlemez. Ugye lehet, hogy lokálisan egy kicsit ugrál ez a földlemez, de mivel nagyon nagy, elképzelhető lenne, hogy nagyon nagy skálán ezek már simán csúsznak el egymáson ezek a földlemezek, hiszen nagyon nagy, nagyon sok alkotóereje van. De nem ez történik, hanem nem átlagolódnak ki ezek a zajok, hanem még a emberi méreteknél, vagy egészen a kontinensnyi méreteknél is óriási földrengések határ, vagy földrengéseket keltve csúsznak így akadozva egymáson ezek a lemezek. Tehát különböző rendszerek, nem mindenhol működik a termodinamika. A megfigyelés az, hogy viszont nagyon sok esetben igen, és mi ezekkel az esetekkel fogunk ezen az előadáson foglalkozni.
Jó, ezt még így a bevezető. Ezt hozzá akartam tenni. És még ami a múlt órán, ahova eljutottunk, az ez. Ugye ez az összefüggés, ez az ideális keresztnek az állapot egyenlete. És akkor ez mit is jelent pontosan? Azt mondtam, hogy az állapot egyenlet, az valami olyasmi, hogy f p d t egyenlő nulla. Tehát van nekem p v, mondjuk ebben az esetben, amit úgy hívtunk, hogy egyszerű rendszerek, amikor így három állapot jelzővel leírhatom az egész, akkor van egy ilyen háromdimenziós terem, hogyha valahova leteszek egy pontot, akkor ugye meghatároztam a rendszernek az állapotát. De bárhova nem juthat el, hanem csak olyan pontokba juthat el, amikre ez teljesül, az ugye jelen esetben ez a függvény az úgy néznek ki, hogy p-szer v-nrt egyenlő nulla, ez nem bonyolult ezt átrendezni ezt az egyenletet, és ez ugye egy felületet fog nekem itt kijelölni. Hogyha van három változom és egy egyenletem, az egy felületen lévő pontokra lesz egy pont. Hogy néz ki nagyjából ez a felület? Sajnos nem tudok rajzolni, de ezt úgy kell elképzelni ezt a felületet, hogy itt van egy ilyen kis parag, vagy egy hiperbolám, és hogy hátrafelé megyek, ez egy egyre laposabb hiperbola, remélem el tudjátok képzelni, ez valami ilyen hiperbola felület, aminek így a különböző metszetei egyre magasabb hiperbolák. El lehet képzelni. Nem, akkor mindenképp próbálkozzon ott, hanem sajnos ennél jobban nem tudok rajzolni. De a másik ábrázolási mód az az, hogy erről a felületről egy egyenlő t időközönként ilyen szeleteket készítünk, és ezt akkor mindenki le tudja rajzolni, ha ez a t, ez a v, akkor az első szeletnél, mondjuk ami a t egy hőmérséklet, ez egy ilyen hiperbola lesz. A második szeletnél, ami egy nagyobb hőmérséklet, ott is egy hiperbola lesz, és ezek így, T2, T3, T4, és azt mondhatjuk, hogy a T1-nél nagyobb a T2, és így tovább. Ugye? Tehát ezek ilyen egymást követő hiperbolák, sohasem metszik egymást, és ezeken a pontokon ez van. Ha lerögzítem az egyik a hőmérsékletet, akkor már csak egy ilyen hiperbolához. Na. És akkor ez a kérdés a mai nap, hogy ezekből például egy ilyen állapot egyenletből miket lehet kinyerni, és különböző anyagi tulajdonságokat már is itt tudunk ebből számolni, azok azt valami összefüggéseket fogunk mindjárt találni. És az első dolog, amiről beszélni fogunk, az a hőtágulás, amit már múlt órán érintettük, ugyanis ezt a kísérletet már múlt órán is láttuk. Észrevettük azt, hogy a hőmérséklet kitágul a higany a hőmérséklet hatására. És láttunk egy olyan fém drótot is, ami elég, vagy vas drótot, ami elég furcsán viselkedett a melegítés hatására. És akkor most a jenei tanárunknak adom át a szót, hogy még több hőtágulással kapcsolatos kísérletet mutasson be nekünk. Na, üdvözlöm én is a tisztelt hallgatóságot. Három vagy talán négy kísérletet mutatok be. Az első és legfontosabb az, hogy lássuk magát a jelenséget. Van itt két fém rúd. Ezek egy ilyen kis tárka között vannak, a tárkának az a szerepe, hogy ebbe alkoholt lehet tölteni. Azt hiszem, ilyen alkoholt lehet tölteni. És akkor azt meggyújtva növeljük a hőmérsékletet. Próbálok keveset tölteni, hogy Isten úgy tanár úr észnél tudjon maradni itt az óra következő részeiben is. És meg én is. Nekem annyira nem fontos. És úgy van megcsinálva ez a kis eszköz, hogy nagyon pici elmozdulásokat is, itt van egy ilyen kis rúd, ami nyomja ezt a mutatót. Nagyon kis elmozdulásokat. Úgy, ami lineárisan tágul, akkor így kinyomja ezt, és akkor ez itt kimegy. Igen, tehát nagyon kis elmozdulásokat is be lehet vele mutatni. Gyújtsuk meg, és akkor figyeljük a mutatónak a mozgását. Jó? Egy idő után visszatérünk, mit szóltok hozzá, de már látszik, hogy a piros, én itt nagyon jól látom, tehát hogyha valaki nagyon jól akarja látni, akkor szünetbe ide kell jönni, de élvezhető szerintem így, és a piros már elindult, a fehér is már megmozdulgatott. Közben nézzünk meg egy nagyon érdekes másik kísérletet, ennek a maradék hőjével el lehet végezni. Ez a klasszikus Gravesen gyűrűs kísérlet, itt van egy ilyen kis gyűrű alakú test, meg egy pontosan beleillő, de láthatóan átcsúszó kis gömb. Most melegítsük meg a gömböt. Közben mindenki nézheti azt, hogy mennyire szépen elmozdult már mind a kettő mutató. És akkor a gömbbel megpróbálom újra elvégezni a kísérletet, nem jött össze. Jó, most melegítsük hozzá ezt a kis gyűrűt.
és akkor, hogyha újra megpróbáljuk megcsinálni, akkor már újra átmegy rajta. Ez azt mutatja egyébként, ez egy nagyon fontos dolog, érettségben ezen vesztettem egy pontot, mert azt mutatja, hogyha ha egy fémtesten van valami lyuk, az ugyanúgy tágul, mintha anyaggal lenne kitöltve. Ugye ez egy érdekes dolog, ki gondolná, persze tök triviális most már, de azért érdekes, nem? Jó, ezeket ide berakjuk. És közben megnézhetjük, hogy a mutató az kitért. Ugye határozottan. Ez a részszínű résztest, ugye nem áldott zsákba macskát, az rész, meg az a vasszínű vas. Igen, de nem kell több. Jó, gyönyörű szépen látszik, a rész egy kicsit jobban kitért. Remélem, hogy ezt is kell kapni, mert egyébként mérésű hibára kéne hivatkozni. Most nézzünk meg egy nagyon érdekes másik dolgot. Látjuk, szilárd testek mind hőtágulást szenvednek, a hőmérséklet nő. No de, nézzük meg ezt a kis Damiel szálat. Jó, ennek van egy pikantériája, hogy egy kicsit meg van csavarva, de ettől most tekintsünk el, mert ez, ha nem lenne megcsavarva, akkor is tök jó lenne. És most melegítsük, erre van egy hőpisztolyom. Melegítsük ezt is, és ez ugyanolyan pici effektus lesz, mint amikor a múlt héten láttuk azt a vasdrótot, amikor egy kicsit lement, aztán visszaugrott, de talán egy kicsit nagyobb lesz. Figyeljük meg, hogy mi történik. Ez is egy ilyen kis állványzatra van felfüggesztve. Ugye ki fog tágulni, mindenki tudja, tehát ez lejjebb fog süllyedni. Ugye? Azt kell figyelni. Hőtágulás, ugye? Hiszen ez egy hőtágulás. Azt mondjuk, hogy hőtágulás. Jó. Nem is kell olyan nagy hőmérséklet, remélem, hogy így is azért látható lesz, maximum még egy kicsit emelek rajta, hogyha nem. Hoppá, hoppá, én már látom is, de szerintem a tisztelt hallgatóság az első sorban is jól látja, hogy megmozdult, de a várttal ellentétes irányba, egy kicsit adjunk még rá egy kis hőt, akkor a legpoénosabb elég. Nagyon gyönyörű szépen felfelé mozdult el, ezt mindenki látta, ugye? Hogy hülle, megy vissza. Megy vissza. Mi történik? A mai órán erre is választ fogunk kapni. Ugye? Meg arra is, hogy ez miért viselkedik homlok egyenes másképpen. És van még itt egy nagyon érdekes kis kísérlet. Én ezt a kísérletet igazából nem tartom túl informatívnak, jónak se, de azért muszáj bemutatnom, mert a főnök azt mondta. El fogom magyarázni, hogy ez miért van egy nagyon jó kísérlet. Van egy üveglyú, és van itt egy ilyen elsőre furcsának kinéző kis eszköz. Látszik, hogy ez az üvegrúd ide bemegy ebbe a kis vájadba. És ha egybe a kis vájadba bemegy, most annyit csinálok, hogy a két leggyengébb ujjammal, mondjuk ezzel a kettővel, de ez a legbénább is, mert ezt még csavar király sem tudja, így megszorítom szépen jó, akkor mindenki tekintsen el attól, hogy ezzel a két gyenge ujjammal, az a lényeg, hogy épp hogy így megszorítom, úgyhogy már tartsa. Oké? És most kezdjük el ezt a rudat melegíteni. Jó? Van erre egy kis gáz égőnk. Ez tökéletesen jó lesz nekünk a célra, hogyha nem fog ki. Ha kifogy, akkor van alternatívánk is. Meghoztál egy cserepalackot. Meg egy cserepalackot, nagyon jó, mindenki megnézheti, de azt nem fogok cserélni. És akkor nyissuk meg egy kicsit jobban is, a levegőzőjét is nyissuk ki, és akkor ilyen szúró lánggal tud melegíteni. És most a következőt fogom csinálni, melegítem ezt a vacakot, ezt a rudat, és közben nagyon fontos, hogy néha látható volt, hogy nagyon kis erőhatással és meg tudtam mozdítani, tudok rajta húzni egyet. Ugye? Mindenki érti, hogy miért, elkezdett tágulni, és ha tágul, akkor egy kicsit beljebb tudom állítani. Jó, ezt most egy percig nézni fogjuk, ahogy én itt nagyon nagy élvezettel az arcomon melegítem. Jó, nem tekeri a Péter, akkor kiesik az üvegrúd, mert igen, ugye folyamatosan nyúlik meg a meleg hatására ez a rúd. Ha nem feszítené meg, akkor akár kiesne onnan az a... Előbb már meg is mozdult, ezért figyelmeztetett engem a Péter. Nem fogy középre van bele, ahol látom. Ne, előbb megmozdult, és azért. Igen. Jó, most még egy kicsit melegítjük, aztán megpróbáljuk a kísérlet következő részét. Jó, egy fél percet azért hagyunk neki. Most azért nem lenne egy megfogni az előtte. Igen. De nem is fogjuk megfogni, hanem más fogunk vele csinálni. Már valaki sejti, hogy mit fog csinálni vele a Péter. Ja, meg hátrébb húzódsz. Jó, nagyon szépen tudom tekerni. Egy módon lehet, két módon lehet elrontani ezt a kísérletet, vagy tekerés közben az effektust eljátszani.
amit még nem tudjuk, hogy mi lesz. Na jó, szerintem a kis negyed fordulatát megtette. Bízunk benne. Nekem bízunk. Tavaly nem sikerült teljesülni ez a kísérlet. Nem baj, másodikra is gyönyörű. Nekem sem sikerül elsőre. Egy kicsit megigazítom. Kicsit kevés ideig, meg úgy látszik, hogy kis intenzitással a kimerülő palacból újra kezdjük a meleg. Jó, addig én azt a hasznos információt mondom el, hogy Tindál kísérlet. Nagyon fontos. Mindenki írja fel, akár háromszor, négyszer is. Ezért nem szeretem ezt a kísérletet. De akkor ez megnyitott, hogy nem csak. Jó, melegítjük még, én már érzem, hogy egy kicsit lanyul a melegedése ennek a palacnak, kezd kifogyni. Próbálok egy kicsit agresszívabban ráhúzni. Ugye mindenki hallja, hogy lanyul a palacnak az érdeklődése. Nem. Ha nem jön be, akkor szünetben megcsináljuk, jó? Annyit nem ér az egész. Bár mindenki nagyon várja, érzem. Ilyenkor lehet csalni egy kicsit jobban ráhúzni, meg amikor leöntjük, akkor húzni rajta egyet, ugye? Ez a legmocskosabb trükk. Jó. De most már ki kell meríteni a palacot. Én mondtam, hogy nem lehetszel a kísérletbe. Jó? Hoppá. Húztam szerintem. Na, most nézzük meg. Nem akarja. Mindjárt, akkor szünet után megcsináljuk. Szünet után megcsináljuk. Nem húztam meg elég. Majd cseréljük a palackot, és akkor megcsináljuk. Hogyha nem ült le elég ilyen gyors leöntés kapcsán, mindenki érti, legalább nem kell megcsinálnom újra. A gyors leülés, lassú leülés hatására összehúzódott, és ezt abban mutatta meg, hogy elpattant az üveg. Jó. Nagyon jó. És még behozta nekünk a Péter ezt a pimentálszalagot, amit ha melegítünk alulról, akkor elgörbül. Az ugyanez az effektus, ugye, hogy az alsó felének és a felső fele nem ugyanannyira tágul ki, mint ahogy most is láttuk, a rész, meg az a másik, ami nem tudom, hogy mi volt. Különböző féleképpen tágul ki, tehát hogyha így összeragasztjuk, akkor ettől elhagyjuk. Ez a oldalmas változó. Jó, akkor ezt köszönöm. Ezt nem tudom, hogy ezt így komponáltad, ez a legjobb. Na, és akkor először kezdjük el azzal, hogy mit látunk itt. Hát ugye látjuk, hogy a meleg hatására ez a fény rúg, ez megnyúlt, a hosszabb lett, és most, hogyha nagyon precíz méréseket végeztünk volna, akkor valami olyasmi dönült volna ki, és ezt most úgy hívják, hogy lineáris hőtágulás, és nagyon félrevezető a megnevezés, mert ez nem arra utal, ami mindjárt lesz, hogy lineáris, hanem arra utal, hogy vonal mentén történik. Jó? De mindjárt lesz térfogati hőtágulás is, az érthetően az nem az lesz, mint ez. De a lineáris hőtágulás is lehet lineáris, és ha most ezt nagyon megnéztük volna közelebbről ezt a részdrótot, vagy ezt a részutat, akkor valami olyasmit tapasztaltunk volna, hogy a hosszának a változása az egyenlő, vagy körülbelül egyenlő valamilyen L nullszor alfánszor delta t. Magyarul neki a hossza, ami ugye L null plusz delta L, az egyenlő L nullszor 1 plusz alfánszor delta t. Tehát ez a lineáris hőtágulás, az ilyen. Magyarul, ha itt van nekem a hossza L hőmérséklet függvényében, akkor az valami ugye legyes. Jó?
valamilyen referencia ponttól nézzük, ott a hossza ez a T0, ott a hossza N0, és ahhoz képest, ha veszem a hőmérséket, akkor változik. De most általános esetben sajnos nem ilyenek az anyagok, akkor sok anyag így viselkedik, nagyjából lineáris a hőtágulása, de sajnos sok anyag az valahogy másképp viselkedik, akár így is viselkedhet. És akkor erre például volt most ez a Damir, ami hát ez nem igaz, hogy el fogom mondani, hogy ez miért húzódott össze a Damir, mert nem fogom elmondani, de lehet, hogy majd még a fél év során lesz róla szó, de vannak olyan anyagok, amik a melegítés hatására összehúzódnak. Ilyen nem csak a Damir, ugye a legtöbb gumi az ilyen, ami melegítés hatására összehúzódik, de van még olyan is, hogy például a szilícium az 10 és 120 Kelvin között, ahogy melegítjük, folyamatosan megy össze. Van valami nagyon egzotikus anyag, aminek nem írtam föl az, hogy milyen az összetételét, mert igazából nincs jelentősége, de van olyan anyag, ami 0 és 1000 Kelvin között végig összemegy melegítés hatására. Tehát az elég széles skála. És hát a víz, ami köztudott a víz, hogy annak a térfogata az 0 és 4 fok között csökken melegítés hatására. Tehát a víz az például valami ilyen, ugye az először csökken, aztán nő. Tehát egyáltalán nem egyenes. De milyenkor is szeretnénk valahogy ezt az alfa-szerű mennyiséget, alfa, amit úgy hívunk, hogy lineáris főtágulási együttható, ugye az alfának a mértékegysége az ezek szerint, ha megszorozó hőmérséklettel, akkor az dimenziótlan lesz, tehát ez 1 per Celsius fok, vagy 1 per Kelvin. Mert a delta T az úgyis mindegy, hogy ezt mibe írjuk be. Jó, és akkor ez a lineáris hőtágulási együttható, de valahogy ezt az együtthatót de szeretnénk olyan esetekben is értelmezni, ahol a nem végállandó, vagy nem lineáris, a hossza, a hőmérséklet függvényébe. És itt hogy ábrázoljuk? Hát így valahogy ennek a meredeksége az a lineáris hőtágulási együttható azzal kapcsolatos, hogy én megnövelem egy fokkal mondjuk a hőmérsékletét, akkor hányszorosára nyúlik meg ez az anyag. Valami ilyesmit akarok definiálni, de ez észre kell venni, ugye, hogyha kétszer akkor, vagy fel olyan hosszú lett volna ez a rudam kezdetben, akkor nyilván valami így változna a hossza, mert ugye a hosszú rudam két félből áll, és akkor a fele-fele feltételezve ugyanannyira nyúlik meg. Ez valami ilyen, egy másik anyag, ami meg kétszer olyan hosszú, az meg ilyen. Tehát nyilván ez a meredekség, ez függ attól, hogy milyen hosszú volt eredetileg ez az anyag, mint ahogy itt is ugye a meredeksége az valójában elmúlszor alfa. És ezért ezt az alfát általános esetben, ezt úgy definiálják, hogy tegyük föl, hogy az L az függvénye a hőmérsékletnek, meg adott esetben függvénye lehet a nyomásnak is. Jó? A szilárd testeknél, a folyadékoknál ez elhanyagolható, ez a függés. Akkor ennek, a DL-nek a deriváltja a hőmérséklet szerint úgy, hogy a nyomást állandónak veszi. Jó? Hát ez az L-függvény. Ugye itt most a nyomás állandó. Ha a nyomást állandónak veszem, akkor ez az L, ez már csak a T-nek a függvénye. Tehát ez egy adott B-nél látjuk ezeket a görbéket. Ennek a meredeksége az ez. Az L-nek a deriváltja. Hát most ez valamiért a termodinamikában így jelölik. Szóval mindjárt meg erről ma lesz szó. És hát ahhoz, hogy ez ne függjön a kezdeti hosszától az anyagnak, ezért minden pontban ideírunk elé egy 1 per L. Jó, na most fölmerül a kérdés, hogy ennek az anyagnak, ami így viselkedik, ilyen egyszerűen, a legtöbb anyag azért így viselkedik, hogy szép lassan nyúlik, ahogy melegítem, ennek mi a lineáris hőtágulási együtthatója? Tehát az ember ugye kapásból benyomja, hogy ennek a lineáris hőtágulása alfa. De nem. Sajnos nem, csak majdnem. Ezt itt fogom demonstrálni. Ez a nagy sarkon. Hát nézzük meg, ezek szerint itt van ez a függvényem, hát itt van az L kifejezve, mint a T. Tehát az L az egyenlő L0x1 plusz alfászor T. Feltesszük, hogy 0 Kelvinen a hossza az L0. Nyomástól ez nem is függ. Tehát megvan ez az LTP függvényem, amit ott az előbb írtam. És akkor számoljuk ki ezt az alfát, akkor azt lehet írni, hogy ugye alfa az egyenlő 1 per L. Szorozva ennek a függvénynek a deriváltja T szerint, ami L0x alfa. Tehát ez egyenlő
n0-szor alfa per n0-szor 1 plusz alfa-szor t, ami alfa per 1 plusz alfa-szor nagy t. Tehát alfa egyenlő alfa per 1 plusz alfa-szor nagy t, ez nem lehet, de azért, mert ez nem teljesen ugyanaz, csak majdnem. Jó, mert itt nem az L0, ha itt L0 lenne leosztva, akkor a kettő ugyanaz lenne, így meg csak majdnem ugyanaz. Tehát célszerű, mondjuk ide teszünk egy alfát, hogy ezek az anyagok, ez nem azt jelenti, hogy neki végigállandó az így definiált lineáris főtágulási együtthatója. Ez világos? Most számoltuk ki, ugye? Mert a hossza folyamatosan változik, ennek meg hiába a hossza változik, mindig a kezdeti L0 van ideig. Jó, tehát ide is alfa veszünk kell írni, ide mindegy, mert a mértékegység az ugyanaz. Jó? És akkor ez az alfát, ezt így kell kiszámolni az alfa vesszőből. Igen ám, de mennyi ennek a tipikus értéke ennek az alfa vesszőnek? Hát én valami olyasmit olvastam valahol, hogy ennek az alfának a tipikus értéke szilárd testeknél alfa körülbelül 10 a mínusz 5-en 1 per Kelvin, folyadékokra pedig alfa körülbelül 10 a mínusz 4-en 1 per Kelvin, de mint mondtam, hát itt nagyon körültekintőnek kell lenni, mert nem is biztos, hogy pozitív. Vannak anyagok, amire negatív. Tehát ez most csak annyi, hogy az anyagok túlnyomó többségére néhányszor 10 a mínusz 5-en. És nyilván ezek közt lehet még egy néhányszoros szorzó, hiszen itt is a rész kb. Kétszer annyira megnyúlt, mint ez a nem tudom, acél, vagy mi a másik. Legyen acél, jó? Igen. Nem vagyok jó ezekben a számokban, de mindegy, szóval látjuk, hogy ez 10 a mínusz 5-en, tehát ide alulra, ha én ezt mondjuk fölmelegítem 100 fokkal, akkor ez még mindig csak 10 a mínusz 3, és az alfa vesző az egy ezrelékbe fog eltérni a kettő egymástól, tehát igazából ez a különbség, ez elhangyolva. Ott nem hiányzik a delta a T-előtt? Hát azért mondta, hogy ha 0 Kelvintől vesszük, és az L0 az a 0 Kelvinnél vett hossza, akkor a delta T-t kicserélhetem T-re, és felteszem, hogy ez a teljes hőmérséklet tartományban így. Akkor viszont a nevezőben ott alfa vesz, nem alfa kell alfa vesző. Hát ez van egy egyesülő. Ide. És oda. Ja. Erre gondolsz? Így jó? Bocsánat, hogy lemaradtak, igen, köszönöm. Oké. Okay. Jó, tehát itt ha tudjuk, hogy ez a kettő, ez ilyen kicsik ezek a számok, és tipikusan tényleg ilyen kicsik, akkor ezzel nincsen semmi gond. Oké, akkor megyünk tovább. Időben. Következő térfogati főtágulási együttható, az meg micsoda. Az egy másik paraméter, az meg az, hogy hát azt itt be is vezethetem, ha akarom, hogy tehát először nem is tudom, hogy érdemeset, nem mondom, hogy beta az egyenlő 1 per v szer d, v per d, d állandó p mellett. Tehát itt, hogyha, hát ugye ez a lineáris megnyúlás, ez azért főleg szilárd testekre lehet ezt számolni, hiszen egy folyadék, például beleteszem egy pohárba, akkor ez ugye fölfelé fog menni, oldalra nem fog megnyúlni. Ezek a fém testek, meg ugye, ezek minden irányba ugyanannyira nyúlnak meg. Vagy nem csak fény, hanem ezek a szilárd testek. Ezt nagyon jól mutatta ez a kísérlet, amit mutatott nekünk a Péter, csak a nevére nem emlékszem, azaz a golyós ugye ez, hogy ez a golyó, ez minden irányba megnyúlt ez a lyuk, és ezért fért át rajta a golyó. Tehát itt nincs kitüntetett irány, egy folyadék, hogy merre nyílik meg, azt én mondom meg, hogy milyen pohárba tettem vele. De térfogati hőtágulási együttható, ugyanolyan elven, mint az előbb, azt egy folyadékra is tudok definiálni. Megnyúl a térfogata, hogyha fölmelegítem, vagy a víznek éppenséggel összemegy 0 és 4 fok között, és ugyanígy értelemszerűen van ez definiálva, mint az előtt, és nyilván itt is a bétának a mértékegysége az 1 per Kelvin. Jó? És akkor nézzük meg, hogyha erre a fém rudakról beszélek, ahol ugye nem csak a hosszát, hanem mértük volna csavar mikrométerrel az átmérőjét ennek a rudnak, ugye az is megnőtt a melegítés hatására, és tegyük fel, hogy úgy viselkedik, mint amit oda felírtam, ez a lineáris, akkor nézzük meg, hogy a térfogatával azzal mi van. Tehát ugye a delta V az egyenlő V0-szor 1 plusz alfa-szor, vagy hát most ide alfa-vesszőt is írhatunk, ugye? Szorod a köbben. Hiszen minden irányban arányaiban ugyanannyival nyúlik meg,
hogy elképzelünk egy ABC oldalévi hasábot, akkor mindegyik oldala, akkor ez itt ugye az A, B, C, és mind a három oldala ugye ezzel a ekkora arányjal nyúlik meg. Igen, ez már maga a V, bocsánat, így van. A delta V az csak a második feledői. Igen? Nagyon jó, köszi. És akkor ez micsoda? Hát ezt a köbre emelést ezt elvégezzük, és akkor ez nem más, mint V 0-szor 1 plusz 3-szor alfa vesszőször delta T plusz pont-pont-pont ilyen delta T négyzetes tagok. És nem csak a delta T van a négyzeten, hanem az alfa vessző is a négyzeten van, és azok valamivel meg vannak szorozva. De mivel ezek az alfák, ezek ilyen 10 a mínusz 5-es számok, és 10 az 5-en Kelvin, azt nagyon ritkán tudunk melegíteni egy anyagon úgy, hogy közben ne olvadjon el. Tehát ez a tag, ez minden esetben elhanyagolható a többi mellett, tehát azt írhatjuk, hogy ez V 0-szor 1 plusz 3 alfa vesszőször delta T. És hát erre mondjuk azt, hogy ez V 0-szor 1 plusz beta vesszőször delta T, ahol igen, így ez a beta vessző egy icipicit különbözik ettől a betától. Jó? És azt a megállapítást tesszük, hogy ez a térfogati hőtágulás együttható, amit így definiáltunk, ez 3 alfa. Ez szintén az egy elég jó dolog. És hát erre a hőtágulásra akkor ezek szerint láttuk kísérleteket, és ha nekem valaki megadja ezt a függvényt, mondjuk jelen esetben itt a térfogati hőtágulásnál, valaki nekem megadja azt, hogy a térfogat hogyan függ a nyomástól és a hőmérséklettől, akkor ezek szerint én ezt az alfát, ezt ki tudom számolni ezzel az utasítással. Hát nézzünk egy példát, nekünk van erre egy, már egy anyagunk, amit ismerünk, egy anyagunk van, az az ideális gáz. Ott van fönt, hogy P szer V egyenlő NRT, tehát ez a függvény, ez a V, ez valójában úgy néz ki, hogy N szer R szer T per P. Az állapot egyenletből, ezt már múlt órán mondtam, ki tudom fejezni a V-t és a P-nek vagy a T-nek a függvényét. Ki tudnám fejezni a P-t és a V-t függvényeként, stb. Most nekem ez kell, hiszen így van definiálva ez a térfogati hőtágulás együttható. Nézzük meg, hogy mi egy ideális gáznak a térfogati hőtágulási együtthatója. Hát az 1 per V-szer dV per dT állandó nyomás mellett. Jó, ez annyi, hogy ez egy kétváltozós függvény, és ez ami ide van írva, ez annyit jelent, hogy ezt a kétváltozós függvényt parciálisan deriválom a nagy T szerint. Azt, hogy mi a parciális deriválás, azt remélem mindenki tudja. Azt tudják, hogy tanultátok, hogy mi a parciális deriválás, azt mindenki tudja. Tehát csak a második változója szerint, tehát úgy tekintek erre a függvényre, most egy ideig, mintha csak a T-től függene, és azt szerint lederiválom, az nem olyan nehéz. Ugye, mert az maradt, hogy 1 per V-szer N szer R per T. Okay. De mi volt ez az 1 per V? Hát az ideális gáz állapot egyenletéből az 1 per V, az ha minden igaz, az P per NRT szorozva N szer R per P. Ezt most beírtam, ez továbbra is igaz ez az összefüggés ez a három változó között, ezek nem függetlenek egymástól, ugye? És akkor szépen itt leegyszerűsítek ezzel meg ezzel, 1 per T. Ez valóban egy per Kelvin dimenziójú, annak örülünk, és hát ezek szerint ez az ideális gáz térfogati hőtágulási együtthatója, ez egyáltalán nem állandó, hanem minél melegebb az anyag, annál kisebb. Annál kevésbé szeretne tárgyalni, hogyha melegít a állandó nyomás mellett. De ezt tudjuk a gázról, ugye, hogyha én állandó nyomás mellett melegítem, akkor kitágul. Ezt lehet tudni, és tényleg kitágul. Az, hogy arányaiban mennyiben tágul ki, azt ez mondja meg. Ugye ez azt mondja meg, hogy egy fok hatására mekkora részével lesz hosszabb. Jó? Ha 10 a mínusz 5-en, akkor 1 fok hatására a térfogat a 10 a mínusz 5 részével lesz hosszabb. Oké. Tehát ez volt a térfogati hőtágulási együttható. Be lehet vezetni további anyagparaméter. Ez csak egy anyagi paraméter, amit bármit anyagra meg lehet mérni, akár a rézmódra, a rézmódra. A következő, amit bevezetünk, kompresszibilitás.
kis kappával jelöljük. Kompresszibilitás. Ez azt jelenti, hogy mennyire lehet összenyomni. Tehát ez a szivacs, ez elég kompresszibilis, mert így elkezdem összenyomni és így összemegy. Sokkal inkább, mint ez az asztal, ez kevésbé megy össze, hogy elkezdem megnyomni. Ez a kompresszibilitás, ez az, hogy mennyire változik meg a térfogata akkor, ha én elkezdem nyomni. Nyomással. De úgy, hogy közben a hőmérsékletét állandónak tartom, miközben nyomom össze ezt a szivacsot, ennek a hőmérséklete végig a szoba hőmérsékleten van. Jó? És hát itt is ugye egy kétszer, két szivacson van egymás tetején, és azokat összenyomom ugyanakkor a nyomásra, akkor kétszer annyira fog összemenni. Tehát, hogy egy anyagi állandót definiáljak, ide kell írni azt, hogy 1 per V. De nyomás hatására mi fog történni ezzel a szivacsal? Összemegy. És ez az anyagoknak a túlnyomó többsége azt csinálja, hogy ha elkezdem nyomni, akkor összemegy. És ez azt jelenti, hogy a térfogatváltozás, az a derivált, az negatív. Ha még leosztom a térfogattal, akkor is negatív lesz, mert a térfogat az egy pozitív szám. Tehát ahhoz, hogy a kompresszibilitása ne egy negatív számot kelljen a függvénytáblába írogatni, ezért ugye ezzel oda van írva egy mínusz előjel a definícióban. Jó, remélem, hogy ez is világos. Ki tudjuk számolni ideális gáznak a kompresszibilitását. A V-t már az előbb kifejeztük, csak közben letöröltem. A V az N szer L szer T per P, és most ezt kéne lederiválnunk P szerint, hogy megkapjuk ideális gáznak a kompresszibilitását. Az nem lesz más, mint kappa, ugye az ideális gázé, mondjuk ide jövünk itt, az egyenlő mínusz 1 per V szer mínusz NRT per P négyzet. Jó, az 1 per V helyére megint beírjuk azt, hogy P per, ugye a mínusz előjelek azok kiesnek, tehát P per N szer R szer T, ha minden igaz, szorozva N szer R szer T per P négyzet, az egyenlő 1 per P. Jó, azt nem mondtam az előbb, hogy a kompresszibilitásnak, de ránézésre látszik, a mértékegysége az 1 per paszkál, ugye? Mert a nyomásnak a mértékegysége paszkál. Az ugye a newton per négyzetméter, az a paszkál. Tehát ez egyenlő méter négyzet per newton. Azt elnevezni paszkálnak ezt a mértékegységet. Oké, tehát megvan ez, hogy kihoztuk azt az előbb, hogy a béta, az ideális gáznak a bétája az 1 per T, a kappája az ideális gáznak az 1 per P, és hogy mi a feszültségi egyenlőtartója az ideális gáznak. Ha jól sejtem, hát még van 2 percünk az alatt, szerintem le tudom zavarni ezt a feszültségi egyenlőtartót, úgyhogy akkor inkább csináljuk meg azt. Járunk most a játék kedvéért még egy együttadót, vagy még egy ilyen anyagi állandót, és ezt fogja motiválni nekünk ez a kísérlet. Mi történt ebben a kísérletben? Itt volt ez a rúd, volt valamekkora, a térfogatát rögzítettük, ugye megnyúlt valamiért a meleg hatására, az egy dolog, de ott rögzítettük a hosszát, hiszen betettünk ide egy üveg csövet. Tehát a hosszát, meg mondjuk a térfogatát, azt fixen tartottuk, és elkezdtük változtatni a hőmérsékletét, mert leütöttük vízzel. És mi történt ennek hatására? Hát nagyon nagy feszültség keletkezett benne, össze akarta egyre jobban húzni saját magát, és ennek hatására eltörte az üveget. Jó, ugyanezt történik ugye a sinekben, a vasúti sinekben, hogyha nyáron melegítjük őket, a nap melegíti őket, akkor óriási feszültség keletkezik bennük, hiszen nem tud megnyúlni ez a sin, hiszen össze van mondjuk hegesztve, bizonyos esetekben ugye, és akkor nagy feszültség keletkezik benne, és előbb-utóbb kihajlik, hogyha elég meleg van. Jó, ezt ugye szeretnénk elkerülni, de ez motiválja a feszültségi együtthatónak a definícióját. Meg maga ez a Tindal kísérlet, ami azt mutatja. Ez azt mutatja, hogy a nyomás, hogyha változtatom a hőmérsékletet, de fixen tartom a térfogatot, akkor az megváltozik. És úgy definiáljuk ezt a gamma feszültségi együtthatót, hogy 1 per P szerez.
Jó, tehát ez is az, hogy van egy adott gázom, mondjuk be van zárva ideális gáznál, vagy van egy adott síndarabom, akkor hány százalékkal nő meg a nyomás egy Kelvin melegítésének a hatására? Azt mondja meg ez a kétlet, vagy ez a szám. Jó? Nézzük meg, hogy gyorsan ideális gázra, hogy erre mi jön ki. Hát ehhez a P-t, most a P-t kell kifejeznem, mint a T-nek és V-nek a függvényét. Hát az nem nehéz, mert az NRT per V, minden igaz. Ezt kell lederiválnom, tehát az ideális gázra az jön ki, hogy 1 per P-szer, ennek a deriváltja T szerint az N-szer R per V. Jó, mennyi az 1 per P? Az nem más, mint V per N-szer R-szer T. Ezt megszorozzuk N-szer R per V-vel, az ezek szerint, ezzel le lehet osztani, a V-vel is le lehet osztani. Szintén 1 per P. Ideális gáz, ez ilyen érdekes, hogy mind a térfogati hőtágulási együtthatója, mind az úgynevezett feszültségi együtthatója, amiről jól látszik a definícióból, hogy ez is 1 per Kelvin dimenziója, amit most nem írtam föl. Erre is az, hogy 1 per T, ez persze nem feltétlenül egyenlő ez a kettő, az ideális gázra pont ezért kijön, hogy másik állapot egyenletet találtam volna egy anyagra, akkor valami más jut volna ki, csak például, hogy vannak anyagi együtthatók, amiket motiváltak ezek a kísérletek, és ezeket ki lehet egy konkrét anyagra, ha valaki megadja az állapot egyenletet, ki lehet számolni. Azért azt a kérdést fogom mindjárt föltenni, hogy ezek között nem találunk-e valami szerződést, ami viszont minden anyagnál teljesül. És azt fog kiderülni, hogy de, ezek nem függetlenül egymástól ez a három változó, és hogy miért nem, azt megbeszéljük akkor a következő ezzel. Köszönöm.